tisztelettel, szeretettel köszöntöm Önöket a Pannonia Néptánc Együttes nevében. Ez az együttes 22 éve kötelezte el magát arra, hogy bemutassa, továbbadja és tanítsa a Kárpát-medencei néptánc hagyományokat. Ebből fognak most egy ízelítőt látni egy órás műsorban. A Pannonia Néptánc Együttes több korosztályban működik a színpadon. Elsőként a 40 pluszos, azaz a hagyományőrző csoport következik, mégpedig bodrogközi táncokat fognak előadni. Utána jönnek a picik, az ovisok, a pöttöm csoport, ők az Kijátszik ilyet címmel egy kis koreográfiát mutatnak majd be. Azt tudni kell, hogy az ovisoknál a néptánc még előbb inkább játékokkal, hagyományos játékokkal tölti ki az idejüket, és ebből alakul majd később át néptánccá, ahogy majd látni fogják folyamatosan. Azt követi utána a nagy gyermekcsoport, tehát a 10 és 14 év közöttiek, Sok Zsuzsanna napokat fognak előadni, mégpedig Erdélyből széki táncokat fognak majd látni. Jó szórakozást kívánunk! Thank you.
Thank you.
kérem szépen, lehet látni, hogy honnan, hová lehet eljutni 10 év alatt. Fit legényeknek meg a gyönyörű lányok körülbelül 10 éve táncolnak itt a Pannóniában. Oviskorban kezdték, és idáig jutottak, és innen még tovább lehet fejlődni. Most a köztük lévő korcsoport, a Barkóca csoport következik, tehát ők a kisiskolások, alsó tagozatosok, és ők egy kalocsai farsangolást fognak bemutatni. Ebben a hónapban egy fesztivál dömping volt a Pannónia életében, 3 korcsoport is fesztiválokon vett részt. A Közép-Magyarország legrangosabb fesztiválján, Százhalombattán ezzel a koreográfiával a Barkóca csoport aranyminősítést nyert. Lássuk, hogy mit tudnak ők. Ezt követően viszont jönnek majd a felnőttek, bodrogközi táncokat fognak ők is bemutatni, és utána majd jövök vissza. Thank you.
Köszönjük szépen! Most pedig sárközi karikázot fognak látni, tehát eddig az Észak-Kelet Magyarországról látták a bodrogközi táncokat, most átmegyünk Dunántúlra, Tolna megyébe, mégpedig a gyermek tánccsoport, a nagy gyermek tánccsoport, tehát már a 10-15 év közötti lányok fogják előadni. Véleményem szerint ez az egyik legnehezebb tánc a magyar néptánc kultúrában. Ezt zenekari kíséret nélkül, énekkel és nagy lendülettel kell előadni. Hozzátartozik még, hogy a gyermekcsoport egy hónapja Törökországban volt egy gyermektánc fesztiválon, és ezen a fesztiválon színpadi előadásáért és látványáért kiemelt külön díjban részesült. Őket követi ismét a Barkóca csoport, tehát az egy korosztálya a kisebb csoport, mégpedig ekkor meg kimegyünk a Kárpát-medencén túlra, moldvai táncokat fognak majd ezután bemutatni.
Thank you.
Thank you.
török országot megjár csoporttól, Tyukodi, tehát észak-kelet magyarországi táncokat láttak, és zárószámként jön a felnőtt csoport, mégpedig marosmenti táncokkal. Tudni kell, mint mondottam volt, hogy fesztivál dömping volt ebben a hónapban, és a felnőtt csoport a térség, kistérség legjelentősebb fesztiválján, a Szilas Fesztiválon, ezzel a többek közt ezzel a koreográfiával, a kiváló, hiteles előadás módjával és színpadi megjelenésével kiemelt külön díjban részesült. És mielőtt elkezdődne ez a koreográfia, hadd soroljam föl, akik nélkül nem jöhetett volna létre a mai produkció, mégpedig a tánctanárokat, akik a különböző csoportokat vezetik és betanítják a táncokat. A hagyományőrző csoportnál a csoportvezető Suba Éva és Szilágyi Zsolt. A Pöttöm csoportnál Liska Zsófia. A Barkóca csoportnál Alexa Zsuzsanna és Máté Móric. A nagygyermek csoportnál Vadász Dániel és Vadász Bibók Anett. És a felnőtt csoportnál Urbán Barbara és a művészeti vezető Szengyel István, akit külön kiemelek, hogy ezen a fesztiválon, a Szilas Fesztiválon kiváló néptánc pedagógiai munkájáért külön díjban részesült. Ezek után lássuk a marosmenti táncokat, és el ne felejtsem, hogy a zenét Suba Zoltán és bandája szolgáltatta. Samu Zoltán és bandája szolgáltatta. Köszönjük szépen, és további jó szórakozást kívánunk! Thank you.